Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Új parkolók Szexárdon. Közel 200 családot érint a Kadarka lakótelepi fejlesztés. Családon belüli erőszak egyre több esetre derül fény Tolna megyében. Vállalkozói parkot terveznek, képviselőtestületi ülést tartottak Pakson. Percelnap iskolájuk névadójára emlékeztek bonyhádi diákok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az atomenergia magyarországi helyzetéről, az új atomerőművi blokkok nemzeti és EU-s jóváhagyási folyamatáról, a Paks 2 projekt aktualitásairól is tájékoztatást kaptak annak a nemzetközi konferenciának a résztvevői, amelynek fókuszában a nukleáris kommunikáció új módszerei és kihívásai álltak. A VANO, azaz az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége, MVM Paksi Atomerőmű ZRT-vel és Paks 2 Atomerőmű ZRT-vel közös Pakson tartott szakmai programján több mint 10 ország szakemberei vettek részt. A személyes találkozás lehetősége és a közvetlen tájékoztatás bír a legnagyobb kommunikációs erővel, e célt szolgálja a Paks 2 interaktív kamionja is, amely egy napig ismét Pakson állomásozott, hogy megismerhessék azok a nukleáris szakterületen dolgozó szakemberek, akik a VANO nemzetközi konferenciájára sereglettek Paksra. Több mint 10 ország szakemberei cserélték ki tapasztalataikat a nukleáris kommunikációban jelentkező új módszerekről és kihívásokról a kommunikációs workshopon a témák széles spektrumát érintve. Az alapdöntések már korábban megszülettek az új blokkokkal kapcsolatosan. 2009-ben volt az a parlamenti döntés, ahol több mint 95%-os részarányjal a parlament akkori parlamenti pártok teljes egységben megszavazták, hogy az új blokkok építését, tehát ezzel kapcsolatos munkákat folytatni kell, illetve el kell kezdeni a konkrét építést. Mondta a szakmai találkozón Lenkei István, a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatója, Süli János miniszter üzenetét is tolmácsolva hangsúlyozta, hogy a két új blokk építése a hazai nukleáris kapacitás megtartását szolgálja, hiszen a jelenleg működő 4 blokk a 2030-as években üzemidejének végéhez ér. Hozzátette, Magyarország adottságai mellett kizárólag az atomerőművek képesek ipari mennyiségben üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül biztonságosan megfizethető áron villamos energiát termelni, garantálva a hosszú távú ellátásbiztonságot. 28 új parkolót alakítottak ki a szexárdi Kadarka lakótelep háztömbjei között. A fejlesztés közel 200 családot érint, a beruházás 21 millió forintos költségének 2/3-át a Paksi Atomerőmű Térség Fejlesztési Alapítványától nyelte a város önkormányzata, a fennmaradó részt pedig önerőből tették hozzá. Rendezett sorokban parkolnak az autók a szexárdi Kadarka lakótelepen. Az utcának ezen a részén eddig nem lehetett letenni a kocsikat, csak messzebb, közvetlenül a házak előtt. A parkolókat most alakítatta ki a szexárdi önkormányzat. A városrész képviselője azt mondja, régóta várták már a fejlesztést az itt élők. Én személy szerint is és a lakóközösségre nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, ez összejöhetett. Hát a másik része a dolognak, amit hozzánk eljut információ, nagyon örülnek, és minden állat követve annak érdekében, hogy itt teljesen rendezett körülmények között álljanak az autók. A Kadarka lakótelep háztömbjei között most megerősítették a partfalat, a gyalogosoknak lépcsőt, az autósoknak pedig térkövezett parkolókat alakítottak ki, valamint az út másik felén festéssel jelölték meg a beállók helyét. A fejlesztés közel 200 itt élő családot érint. Itt most 28 parkoló kialakítása, illetve a régieknek a felújítása történt meg. Ha most visszamegyünk az időben, akkor azt mondom, nem egész két esztendő alatt, mint egy 130 új parkolóhelyet bővítettük itt a város területén belül a parkolóhelyeknek a számát. Szexárd polgármestere azt is mondta, hogy a parkolókból még ennek ellenére sincs elég a városban, ezért hamarosan újabbakat alakítanak ki. A mostani beruházás költségeinek a nagy részét az önkormányzat a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítványától nyerte pályázaton.
Az időjárási előrejelzések szerint a hétvégén kifejezetten hidegre fordul az időjárás, így valószínűleg az is be fog fűteni, aki eddig esetleg nem tette. Ezzel kapcsolatban figyelmeztet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Közleményükben azt írják, a szénmonoxid mérgezések elkerülése érdekében mindenki gondoskodjon a lakás szellőzéséről. Tanácsos egy jó minőségű szénmonoxid érzékelőt is beszerezni, viszont a nem megfelelő érzékelők életveszélyesek lehetnek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek. A hatóság egyben kéri, hogy senki ne fűtsön háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek, amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Egy édesapa rendszeresen felakasztotta kisfiát ittasan, mert nem tudta feldolgozni felesége halálát. Egy másik apa, ha ideges volt, rendszeresen bántotta nevelt gyermekeit. A rendőrség és a szociális szakma tapasztalatai szerint egyre több családon belüli erőszakra derül fény, aminek egyébként mindig vannak jelei. Ebben a házban lakott az a férfi, aki brutálisan bánt éveken keresztül párja gyermekeivel és az élettársával. Egyik alkalommal a férfi az egyik nevelt gyermekét egy kádvízben próbálta megfojtani, miután nagyjából 20 percen keresztül más módszerekkel is kínoszta. A brutális nevelő apát végül másodfokon a pécsi ítélőtábla 3 év börtönre ítélte, szigorítva a szekszádi törvényszék által kiszabott 2,5 éves büntetést, míg az édesanyát 6 hónap börtönre ítélték, 2 évre felfüggesztve. A lelkileg sérült családfők gyakran fordulnak szeretteik ellen, hangzott el a rendőrség továbbképzésén. Így tett az az édesapa is, aki felesége halála után italba folytotta bánatát, és kisfián töltötte ki haragját. Úgy állt bosszút a felesége halálán, a saját nyomorúságán, hogy olyankor ezt a kisfiú felakasztotta. Nem történt semmi a kisfiú elmondása szerint. Ilyenkor felakasztotta, majd amikor baj történt, akkor oldotta ezt a kötést. A gyermekek viselkedése egyébként mindig jelzi, ha baj van otthon, mondja a szekszárdi humánszolgáltató vezetője. Hogyha valami változás áll be a magatartásba. Tehát eddig egy ilyen nagyon aktív, vidám, jó humorú gyerek, visszahúzódó, nem beszél. Az egy nagyon fontos jel. A másik az, amelyik meg a viselkedésében, magatartásában egy ilyen nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb volt, és most pont verekedik, kiabál, csúnyán beszél, tehát tulajdonképpen lejátsza azokat a eseményeket, kijátsza magából azt a feszültséget, ami benne van. Hát nyilván a fizikainak egyértelmű jelei vannak. A szakemberek úgy tapasztalják, egyre több családon belüli erőszakra derül fény. Ezek általában úgy derülnek ki, hogy a gyermeket az iskolában látják a tanárok, hogy valami probléma van vele, a szülők eljönnek hozzánk és segítséget kérnek, tanácsot kérnek tőlünk, hogy mi az, amit ilyenkor lehet tenni, és amennyiben ő is úgy érzi, hogy valójában szükség van, akkor mi ebbe be tudunk avatkozni, tudunk neki tanácsot, segítséget adni, és szükség esetén az ideiglenes megelőző távoltartást elrendelve a bántalmazó felet a családból kiemeljük. Az ideiglenes megelőző távoltartás azt jelenti, hogy a rendőrség 72 órára kiemeli a bántalmazottat a családból, és ha nem tud rokonokhoz menni, elhelyezik valamilyen szociális intézményben. A szakemberek a továbbképzésen arra buzdították a rendőröket, hogy éljenek ezzel az eszközzel, ha legalább 2-szer jelzik feléjük, erőszakoskodás van a családban. Körülbelül 8000 főiskolai és egyetemi hallgató veszítette el idén nyáron a tandíjmentes helyét a felsőoktatásban, amiatt, hogy a hallgatóknak egy helyett 2, az eddiginél szigorúbb feltételt kell ahhoz teljesíteniük, hogy ne sorolják át őket önköltséges képzési formára. Most pedig a kormány tovább szigorítana, írja a legnagyobb oktatási szakportál. A minimum átlagot ugyanis már nem az intézmények, hanem egy kormányrendelet határozza meg képzési területenként. Most a bölcsészeknek a művészeti, a sport, a pedagógus, a társadalomtudományi vagy művészetközvetítési szakosoknak legalább 3-as átlagot kell elérniük, ez jövőre 3,25-re emelkedik. A jogászoknak, informatikusoknak, mérnököknek ugyanígy idén még elég 2,75-ös átlagot szerezniük, ha továbbra is állami ösztöndíjasként szeretnének tanulni. Jövőre azonban már el kell érniük a 3,5-es átlagot.
Vállalkozói park létrehozását tervezik Pakson, megemelték a fiatalok életkezdési támogatását, és lakossági kérésre módosították az elkerülő út nyomvonalát. Mindenről novemberi ülésükön döntöttek a helyi képviselők. Tucatnyi önkormányzati témában döntöttek novemberi ülésükön a paksi képviselők. Az idei költségvetési rendeletet már sokadik alkalommal módosították. Most erre azért volt szükség, mert megjelent a bevételi oldalon egy komoly összeg, ugyanis értékesítésre került egy önkormányzati terület mintegy 1 milliárd 800 millió forint értékben. Ezen az összegen olyan területet szeretne vásárolni az önkormányzat, melyen egy vállalkozói övezetet, vállalkozói parkot alakíthatnának ki. Egy munkacsoport is létrejött ennek érdekében. Vagyongazdálkodási ZRT-n keresztül szeretnénk majd ezt megvalósítani. Ennek érdekében került sor egyrészt ennek a ZRT-nek a ázsiós tőkeemelésére, ami azt jelenti, hogy a jegyzett tőkéjét 10 millió forinttal emeljük, a másik tőkéjét, a tőke tartalékát pedig 1 milliárd 490 millió forinttal fogjuk megemelni. A városatyák a fiatalok életkezdési támogatását is megemelték 119%-kal, így már 9 millió forint áll rendelkezésükre. A tervezett tehermentesítő elkerülő út nyomvonalát módosították a beérkezett több tucatnyi lakossági kérelem alapján. Az önkormányzati jóváhagyás után a Nemzeti Infrastruktúra ZRT feladata a tervezési munkák elindítása. A kaposmenti társulás településeinek polgármesterei találkoztak Csikós Töttösön, ahol többek között megtekintették az újonnan átadott hagyományok házát. A testület tagjai arról is döntöttek, továbbfejlesztik a térség ellátásában kiemelkedő munkát végző segítőkéz alapszolgáltató intézményt. A nyílászárokat nem kellett kicserélni, a kilincseket nem kellett, minden eredeti, amit ott láttuk. Pintér Szilárd a társulás elnöke mesél a Hagyományok háza épületének előtörténetéről és a felújítás részleteiről. Bár az épület hivatalos átadása megtörtént, a térség polgármesterei most találkoztak először a kulturális és turisztikai feladatokat ellátó intézménnyel. A testület ülésén arról is döntöttek, a közös üzemeltetés alatt álló szociális intézmény működtetéséhez befizetett hozzájárulásokból visszafizet az önkormányzatoknak a társulás. Mert a polgármesterek velem még nem történt, hogy novemberben felülvizsgáljuk egy intézmény költségvetését, és nem pótbefizetés kell eszközölnünk, hanem gyakorlatilag a teljes finanszírozás, amit a tagönkormányzatok 18-ban befizettek, december 15-ig van lehetőségünk visszafizetni, hiszen menet közben a segítőkész szociális alapszolgáltató intézményünknek a finanszírozása oly mértékben változott pozitívan, hogy a normatívából tudjuk gazdaságosan üzemeltetni ezt az intézményt. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 millió forintot tud visszaosztani a településeknek a társulás. Ugyancsak a szociális intézmény működését érintő döntés, hogy várhatóan a további létszámbővítés várható február elején a szakmai munkaszínvonalának emelése érdekében. Iskolájuk névadójára, az 1848-49-es Magyar Szabadságharc honvéd tábornokára emlékeztek Bonyhádon a helyi Percel Mór szakképzőiskola diákjai péntek reggel. A Kálváriadomnál található Percel síroknál a tanulók felidézték az egykori katonai vezető életútját, majd nemzeti színű szalagot kötöttek Percel Mór sírjának kerítésére. Ezt követően a nap folyamán a diákok és tanáraik az iskola falai között Percel napot tartottak. A mai napon szokásosan bemutatkoznak az osztályok, tehát a 9-es osztályok és a 12-es osztályok, és ezen kívül ez egy kicsit titok, de a tanárok is készülnek egy ilyen meglepetés műsorra, egy tánccal. 15 millió forintból teljesen felújították a szekszádi sporttelepen található két műfüves kisméretű futballpályát. A pályákat 10 éve adták át, a tervezett élettartamukat akkor 8 és 12 év közé becsülték a szakemberek, a küzdőtereket több százan használják az évnek szinte minden napján. A szekszádi UFC különböző korosztályú csapatai összesen közel 500-an rendszeresen tartanak itt edzéseket, ezen kívül gyakorlatilag egész évben télen is fogadja a helyi sportközpont itt a futballozni szeretőket. Napi szinten, illetve heti szinten
tartunk itt kisebb-nagyobb sportrendezvényeket, és hát azért ezek a pályák nem csak a napi felkészülést segítik, hanem a versenyeztetést is. Rengeteg olyan sportmérkőzés volt itt, például országos diákolimpiai döntőt rendeztünk, a katasztrófavédelem országos, illetve regionális sportnapját, a Magyar Államkincstár sportnapját, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezek a pályák, amikor csak a idő engedi, akkor használatban vannak télen-nyáron. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Adókedvezmények, beruházások, ülésezett a pécsi közgyűlés. Prevenció. 2030-ra a legegészségesebb városok egyike akar lenni Kaposvár. Új szobák, tornaterem, tankonyha és ebédlő megépült az új kollégiumi szárny sejjén. Kedvezményeket biztosít jövőre a helyi adórendelet Pécsen. Erről is döntött a város közgyűlése. A munkahelyteremtő beruházásoknak és a kisnyugdíjasoknak kell kisebb terhet viselniük majd. Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt a pécsi közgyűlés csütörtöki ülésén. Az egyik legfontosabb volt ezek közül a helyi adórendelet változása. Itt kedvezményeket szavaztak meg a képviselők. Nagyobb lakásban élő, egyedülálló nyugdíjasoknak az építményadóból lesz egy újabb kedvezmény a mostani adó koncepció elfogadásával, de az új munkavállalók munkába állását, a munkahelyteremtést is szeretnénk ösztönözni, ezért az olyan munkahelyteremtő beruházóknak, akik 200 millió forintot meghaladó beruházást eszközölnek a városban, és bővítik az alkalmazottak munkaállók számát is, tehát új munkalehetőséget biztosítanak pécsieknek, nekik az iparűzési adóból biztosítunk kedvezményt. Ez az iparűzési adónál 10%-os mérséklést jelent. 50% adókedvezmény illeti meg az egyedülálló nyugdíjas magánszemélyt a lakása után, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosát. Közgyűlés ülésén felvett napirendi pontként tárgyalták a képviselők a Veresende utcai rendelő felújításához szükséges döntést. Itt arról van szó, hogy központi fejlesztési forrásból több mint 100 millió forintos fejlesztést tud elindulni a Veresende utcai rendelőbe a mostani döntés eredményeként, ebből a szakrendelők fognak megújulni. De ez csak a Veresende utcai rendelő felújításának első üteme. A következő lépésben az épület nyílászáróit kicserélik, az épület szigetelését elvégzik. Arról is döntöttek a képviselők, hogy közel 1 milliárd forintból iparcsarnok épülhet a déli ipari parkban. 10 éve az országban elsőként nyílt meg a Kaposvári Kórházban a prevenciós és egészségfejlesztési iroda. A jubileum kapcsán tartott tanácskozáson elhangzott, az elmúlt évek sikerét mutatja, hogy nőtt a népegészségügyi szűréseken való részvétel. A program most új szintre lép, a cél, hogy 2030-ra az ország egyik legegészségesebb városa legyen a Somogyi megyeszékhely. A meghívót kapott somogyi nők csupán kis része vett részt korábban mammográfiás emlőszűrésen vagy ményakrák szűrésen. Ezen a statisztikán is szerettek volna javítani, amikor 10 éven megkezdte működését a prevenciós és egészségfejlesztési iroda a Kapusi Mórogtató Kórházban. Az indulás óta sikerült növelni a részvételi arányt, nem csak ezeken, hanem más népegészségügyi szűréseken is. Az elmúlt évek során új állapotfelmérő eszközöket és sporteszközöket szereztek be, és egy új tornatermet alakítottak ki a kórházban. Így fejleszteni tudtuk a korábban elindított egészséges életmód programunkat, abban például évente 1000 torna foglalkozást biztosítunk a résztvevők számára, összességében évente 300 új résztvevőre vesz részt benne, és már túl vagyunk a 2300 résztvevőn a kezdetek óta. Iskolákba, munkahelyekre és rendezvényekre is eljutottak a szakemberek, hogy felmérjék a lakosság egészségügyi állapotát. A kaposvári nyitását követően közel 100 ilyen egészségfejlesztési iroda jött létre az országban. A Kapusi Mórogtató Kórház a közelmúltban Marcali részlegében indította el a prevenciós szolgáltatást. Ez a tevékenység a prevenció, és minden, amihez tartozik, kórház egyik stratégiai jelentőségű tevékenységévé nőtte ki magát. 10 év eltelt, 10 év után a kórház
eligéjéhez méltóan megkívánjuk újítani. Mint azt a kaposvári prevenciós iroda jubileumán Szita Károly polgármester elmondta, a város célja a kaposvári emberek egészségének megóvása. Ennek érdekében kívánnak együttműködni a kórház egészségfejlesztő prevenciós szakembereivel. Olyan program indítását kezdeményezem helyről, amelynek eredményeként Kaposvár városa 2030-ra az egyik legegészségesebb városa lesz Magyarországon. Alább nem adhatjuk. A prevenció részeként a Kaposi Moroktató Kórházban az országos program részeként elindítják a vastagbélszűrést is, ezzel is segítve a betegségek megelőzését, mielőbbi gyógyítását. Fontos fejlesztések zajlanak a Dunántúli Agrárszakképző Központ Sejjei mezőgazdasági tagintézményében. Az új kollégiumi szárnyban tornaterem, ebédlő és konyha, egy tankonyha, valamint kollégiumi szobák kapnak helyet. Ezen kívül egy üvegházzal is gazdagodott az intézmény, valamint új szalmabálás tüzelésű hőközpont is épült. Sejjén az Rínyi Miklós utcában az Arborétum keleti széléből leválasztott telken található az Agrárminisztérium Dunántúli Agrárszakképző Központ Sejjei Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma, amit 1964-ben alapított a Földművelésügyi Minisztérium. Több átépítés, szervezeti átalakítás után az épület 2002-ben nyerte el jelenlegi formáját. Az intézmény területén eddig nem volt tornaterem, nehézkes volt a kollégiumi helyek biztosítása, valamint ökoiskola lévén fontos a környezettudatos, energiahatékony működés. Most minden megvalósul. Nagy örömmel mondhatom, hogy nagy fejlesztések voltak az elmúlt években iskolánkban. Átadásra került egy egész komplex kollégiumi szárny, tehát egy új kollégiumi szárnyal, konyhával, illetve egy tornateremmel bővült az iskolánk. A tornateremre nagyon nagy szükségünk volt, mert korábban a sejei városi sportcsarnokban jártak le a gyerekek, ami elég kellemetlen volt, főleg a rossz időben. Az energiahatékony, környezetkímélő fűtés biztosítása érdekében új szalmabálás tüzelésű hőközpont is épült, valamint egy korszerű üvegházat is létesítettek az intézmény területén. Ennek akár csak az új tornateremnek és a kollégiumi szobáknak a berendezése folyamatban van, hogy a tanulók minél hamarabb birtokba vehessék azokat. 82 pár speciális sportcipőt osztottak ki a Siófoki Kosársuli Egyesület fiatal játékosai között. Az Egyesület minden ősszel támogatja a fiatalokat, hiszen nem minden család engedhetné meg magának a több tízezer forintos lábbeliket. A Siófoki Kosársuliban a legkisebbeket is beleszámítva csak nem 150 fiatal sportol és versenyez. A kosárlabda csak úgy, mint a foci és a kézilabda nagy hagyományokkal bír a város életében. De mint minden sportban, itt is megvannak a speciális felszerelések, a többi között a cipők. Kosárlabdán nagyon sok a kontakt és az ugrás, hogy nagyon sokat ugrunk, és az érkezéses, hogy ne jobban tartsa a bokát, ne menjen ki, és ne legyen sérülés belőle, nagyon fontos. Az Egyesület, mint a legtöbb sportszervezet, a TAO támogatást nyújtotta, lehetőségekkel próbál forrásokhoz jutni, hogy támogathassa fiatal sportolóit. Ez úgy működik, hogy egy sportfejlesztési programot kell nekünk írni. Ezt a sportfejlesztési programot bírálja el a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, majd ezután kapunk egy lehetőséget arra, hogy vállalkozóktól a társasági adójukból a felajánlásokat összegyűjtsük. Tehát egy szűrőn átmegyünk akkor, amikor ezt a pályázatunkat úgymond elfogadja a szövetség, és utána a vállalkozókhoz kell mennünk, és őket kell meggyőznünk arról, hogy jó az a cél, amire fordítjuk ezeket a társasági adófelajánlásokat. A gyerekek és szüleik örülnek a támogatásnak, hiszen sokan önerőből nem tudnák kifizetni az akár több tízezer forintos cipőket. Ez nagyon nagy segítség ugye az Egyesületnek, a játékosoknak, mert nem mindenki tudja azt megtenni, hogy ilyen cipőket vegyen meg, amit kap az Egyesülettől. Idén össze 82 pár kosaras cipőt osztottak szét a fiatal sportolók között az Egyesület vezetői, melynek összértéke meghaladta a 2 millió forintot. Végül a legfontosabbak újra röviden. Új parkolók Szekszárdon, közel 200 családot érint a Kadarka lakótelepi fejlesztés. Családon belüli erőszak egyre több esetre derül fény Tolna megyében. Vállalkozói parkot terveznek, képviselőtestületi ülést tartottak Pakson. Percelnap iskolájuk névadójára emlékeztek bonyhádi diákok.
Hétvégén túlnyomó rész derült, vagy gyengén felhős időre van kilátás, mérsékelt északkeleti szél és hideg idő valószínű, csapadékra nem kell számítani, északánként már gyenge fagy is előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!